Díjak, oklevelek, fényképek és minden, amire büszke lehet a Hallersport Majorett Egyesület. Ezekből a tárgyakból nyílt egy kisebb kiállítás a Flash Központ Színház terme előtt, ahol péntek este egy gálaműsor tartott az Egyesület, hogy megünnepeljék a Haller Iskola Majorett képzésének 20. évfordulóját. Az összegyűlteket elsőként Iván Csicsi János köszöntötte. A köszönet és dicséret mellett nézzük meg, hogy miért is olyan erősek a mazsolettek. Miért emelkednek ki oly sok tevékeny csoport közül? Mert igazi közösséget formáltak, hoztak létre és tartanak fent. Mert mosolyogva szórakoztatnak nagyon sokakat. Mert nagyon sok rendezvényt ők tettek fogyaszthatóvá. Mert igazi sportértéke van tevékenységüknek. Mert igazi művészeti értéke van tevékenységüknek. Szalainé Sándor Katalin, az egyesület vezetője megköszönte a segítséget Mosonmagyaróvárváros önkormányzatának, a szülőknek, barátoknak, a szponzoroknak és természetesen az állandó partnerüknek, a Künefúvós zenekarnak is, akik ezen az estén is jelen voltak. A fellépések sorát aztán a legkisebbek nyitották meg. A mazsorett képzés a Haller iskolában 1998-ban kezdődött meg, majd szépen lépésekben fejlődött, amikor még a saját készítésük is papírzászlós pompomos koreográfiák készültek, akkoriban Visztercél Tünde vezetésével. Később 2005-ben bevezették az iskolában a mazsorett képzés tanórai keretben is. 2007-ben alapították meg az egyesületet, ami anyagilag nagy segítséget nyújtott a működéshez, azóta pedig folyamatosan versenyeken mérettetik meg magukat a lányok. Először csak területi, országos, míg nem 2009-ben részt vettünk először egy Európa-bajnokságon. Ez nagyon nagy löketet adott a lányoknak. Ekkor csatlakoztunk az Országos Mazsorett Szövetséghez is, és ennek keretében kvalifikációval jutottunk ki Opoléba, Lengyelországba. Innentől kezdve aztán a fejlődés hatalmas lépésekben, szemináriumok, továbbképzések, mind a mellett pedig ugye az iskolai képzésben a tehetséggondozás, a jó gyakorlat, és most már ebben a tanévben a bázisintézményi program keretében is működtetjük a mazsorettet. A megyei szövetség csoportjai nagyon jó kapcsolatot ápolnak egymással. 2002 óta az egyesület együtt versenyez a megyében további 7 település mazsoretteseivel, akik közül az este folyamán 3-an, Tét, Pázmánt falu és Nyúl is képviseltette magát. Így mint egy nagy családban már a legkisebb mazsoretteseket sikerül segíteni, mentorálni és tanítani. Szerdán szoktak az edzések lenni, főpróbát csütörtökön, és mindig edzünk, és utána ihatunk, és szoktunk játszani is. Lesz esetleg a jövőben valamilyen olyan program, verseny, amire készültök és izgultok miatta? Hát most lesz holnap az országos, és én nagyon izgulok ez miatt. Igazából holnap indulok oroszlányba szólóval is. Egy hónap, két hónap a felkészülési idő. Ugye én már régóta szólózok, és nem szoktam annyira izgulni. Az egyesület november 25-én tartja majd hagyományos mazsorett báját a Haller iskolában, ahol a gyerekek szintén bemutatkoznak majd, és mindenkit szeretettel várnak.